Ugyanúgy vonultak be a szervezet tagjai, mint ahogyan tették azt 5-én az Emberi Erőforrás Minisztériumában megtartott eseményen. A Magyar Rákellenes Liga tavaly meghirdette a Könnyen Könnyebb programot, amelyet egyedül a 60-iak vittek végig, így a szervezet elnöke felkérte őket, hogy az országos rákellenes világnapon tornázzanak, és tartsanak beszámolót egész éves munkájukról. Így 64-65 évesen bizony 2000 métert lefutottunk minden hétfőn délután, a téli időszakban pedig benne a segítő szolgálatnál tornáztunk minden héten. És azért el kell, hogy mondjam, ugye hát nem volt versenypartnerünk, ezért csak magunkért csináltuk ezt az egészet, de 53 kilót fogytunk 16-an, én egy kicsit bele is karcsúsodtam, de nem is ez volt a lényeg, hanem hogy együtt voltunk. Összeszoktunk még jobban, örültünk egymásnak. Idén pedig nemzetközi szinten is 4 tévhit felszámolását tűzték ki célul, hiszen még mindig nem ismerik elég sokan a betegség természetét, pedig ha az állandó rettegést magunk mögött hagyva felismernénk, hogy a megelőzés az egyetlen fegyverünk a korral szemben, akkor hazánkban sem állna dobogós, második helyen a daganatos megbetegedések okozta halálozás. Az első ilyen tévhit, hogy a rák az csak orvosi probléma, nem az. Nem orvosi probléma, hanem problémája a betegnek, problémája a családnak, problémája a szomszédságnak, problémája a barátoknak, problémája az egész társadalomnak. Oda kell figyelni, ha jobban odafigyelünk, akkor sokkal többet tudunk tenni. A másik alapvető tévhit, hogy a rák egyenlő a halálos ítélettel, ez nem igaz. A 21. században a rák az már nem egy egyértelműen halálos betegség, mert 3 lehetséges rákbeteg közül az egyiket meg lehet előzni, a másikat meg lehet gyógyítani, a harmadik az biztos, hogy rákba fog meghalni, de ez csak 3-ból egy, és ő is sokkal tovább közöttünk van. Az sem igaz, hogy a rák kizárólag az idősek, a gazdagok és a fejlett országban élők betegsége, hiszen minden negyedik daganattal küzdő ember 60 éven aluli, továbbá nem ismer sem földrajzi, sem gazdasági korlátokat. Egyaránt előfordul a fejlődő és a fejlett országokban is. Világméretű probléma, mindenhol küzdenek ellene. A negyedik tévhit pedig az, hogy a rák sorscsapás, a balszerencse következménye, hiszen tudatosan, ismeretek és akaraterő birtokában rengeteget tehetünk azért, hogy a betegség elkerüljön minket. Simon Tamás, a Magyar Rákellenes Liga elnöke hangsúlyozta, nem elég ismerni az unalomig ismételt szabályokat, tenni is kell a megelőzés érdekében. Duzzanat bárhol, vérzés onnan, ahonnan nem kell, akkor, amikor nem kell, rekedség, köhögés, anyajegyelváltozás, székelési, vizelési szabályok megváltozása, nem gyógyuló sebek, nyelési nehézség, tehát ezek olyanok, amivel orvoshoz kell fordulni. Azon kívül van önvizsgálat, a hölgyek közül a 45 éven aluli hölgyek, azok vizsgálják meg, tapintsák meg a mellüket, hogy nincs-e benne csomó, és ne várjanak, hogy elmúlik, hanem menjenek orvoshoz. Vagy a férfiaknál a herénél kell ugyanazt elvégezni, de be lehet nézni a saját szájüregünkbe, megnézni, hogy nincs-e benne valami elváltozás. Elmondta, nagyon alacsony a szűrővizsgálatokon résztvevők száma, emlővizsgálatra 100 nőből 40 megy el, ményakrák szűrésre pedig 100-ból 6-an. Az eseményen sokan várták Nagy Emese, a 60-i kórház onkológusának egy túlélő betegével való beszélgetését, amely során ismét beigazolódott, ha figyelünk testünk változásaira és az első intőjelek észrevételekor orvoshoz fordulunk, legyőzhetjük a gyilkos kórt.